A Víz Világnapja és a Magyar Hidrológiai Társaság 100 éves jubileuma alkalmából előadó ülést szervezett a Társaság megyei területi szervezete és a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A nyíregyházi rendezvényen elhangzott, több mint 3000 tagja van a hidrológiai társaságnak, amely többek között mérnököket, biológusokat és vegyészeket fog össze. A centenáriumi évünk jelmondatának azt választottuk, ez a logónkon látható is, hogy 100 év a magyar vízgazdálkodásért, mert hiszen az a célja a mi munkánknak, hogy ezt a sokrétűséget, amit mi képviselünk, ezt érvényesítjük az eléggé hierarchizált, eléggé struktúrált intézmények között. A rendezvényen többek között a Hidrológiai Társaság egykori elnökeit, titkárait, valamint a Vízügyi Igazgatóság szakmai pályázatának résztvevőit is díjazták. A találkozón a megyei közgyűlés alelnöke Szabó István azt mondta, az élet kialakulásának és fennmaradásának fontos eleme a víz. Ezért kiemelendő, hogy a Vízvilágnapja alkalmából a vízzel, vízügyel foglalkozó szakemberek többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is értekeznek. A megyénkben, meg kell mondjam, nagy mértékben és magas színvonalon összpontosuló mérnöki tudásról számot adnak egy-egy ilyen alkalommal. Ez egy olyan találkozásra ad lehetőséget, amikor az elért eredményekről, az előttünk álló célokról, feladatokról lehet szót váltani. A szakma körében és a civil hallgatóság számára is érthető formában. A rendezvényen az aktuális vízügyi helyzetről is szóltak. A szélsőségek érvényesülnek egyre határozottabban, tehát vagy nagyon sok víz van, vagy nagyon kevés víz van, és ez egy éven belül is jelentkezhet, tehát jelentkezhetnek rendkívüli árvizek vagy belvizek, ugyanakkor vízhiányos időszakok is, mint ahogy most is komoly vízhiánnyal küzdünk a Felső-Tisza vidékén, hiszen nem volt komoly hómennyiség felhalmozva az idei télen, hóolvadásból nem jelentkeztek a vizek, a talajvizek is nagyon mélyen maradtak, így tágozzunk sajnos továbbra is teljesen száraz, nem tudtuk vízzel feltölteni, tehát itt készülnünk kell a vízpótlási, vízvisszatartási feladatokra is. A vízügyi igazgatóság munkatársai, ahol csak tudják, ideiglenes művekkel visszatartják a vizeket, hiszen így nem csak a felszíni készleteket, hanem a talajvizet is tudják szabályozni. A szakemberek azt mondják, térségünkben is szükséges további vízpótló rendszerek kiépítése.